A házhoz szállítás áfájának csökkentése egy olyan lépés, ami valódi könnyítést jelenthet az efféle szolgáltatást is nyújtó éttermeknek. A vendéglők jó része már a márciusi időszakban is áttért az ételkiszállításra. A kiszállítással foglalkozó cégek magasabb áron szállítottak ki eddig, mivel 27%-os áfát tartalmaz a kiszállított ételek ára. Mi eddig is ugyanazon az áron szállítottunk ki, mintha itt fogyasztotta volna a vendég az ételt. Most végül is megtartottuk ugyanazt az árat, most ugye a vállalkozást kedvezményes ez a 5%-os áfa. Az egyik kanizsai pizzéria tulajdonosa híradónak elárulta, Munkavállalóitól nem kellett megválnia, hiszen bérköltség és járuléktámogatás is van az 5%-os áfakulcs mellett, illetve a dolgozók után novemberben nem kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetni. Az 5%-os áfa az a helyben fogyasztott ételekre vonatkozó áfakulcs, amivel most igazából annyit értek el, hogy a vállalkozókat segítik azzal, hogy kiszállítás során sem kell megfizetni a 27 Áfát, így egy icipicivel több marad nekünk, és fedezni tudjuk az esetlegesen álló további költségeinket, és átmenetileg ugye folyamatosan likviditásunk. Az étterem tulajdonosok bizakodóak, és remélik, hogy az ételkiszállítással továbbra is üzemelni tudnak. A vendéglátóhelyekre nem vonatkozik az este 7 órás bezárás, onnan este 8 óra után is házhoz lehet szállítani az ételeket.